most megsérültem, vagy két és fél héttel ezelőtt. Elszakadt a lap, vagy a kulcsontom és a lapockám közötti szallagok. Meg kellett műteni, raktok, meg kellett drótozni. Ennek tudni kell, hogy van egy 6-7-es felépülési ideje, ami ugye két és fél hétnél tartok. Itt vagyunk egy versenyen, amit azért még most kezdek feldolgozni, hogy végigcsináltam. Volt egy ilyen rejtett gondolatom, hogy én szeretnék itt pontokat gyűjteni. Pénteken voltam kint motorozni, vagyis próbálni, és akkor elég jól fájt, és akkor azt mondtam, hogy majd meglátom itt reggel. De aztán tegnap már így szívem mélyen elöntöttem, hogy itt nekem mennem kell. Hozzátartozik az igazsághoz az, hogy ugye mindent én megpróbáltam megtenni azért, hogy minél előbb motoroljuhassak. Én ebben foglalkoztam az elmúlt két és fél hétben, mindent megtettem azért, amit szerintem csak lehetett, hogy a gyógyulásom minél gyorsabb legyen. Itt gondolok jégkamrás kezelésre, vitaminokra, megfelelő vitaminbeállításra, gyorsító, hogy minél jobban épüljön az ízület vissza. Ugye szabadet is kihagytam, ugye sportoltam a kezemmel, időmére mentem, kiveszem 3 kört összesen. Megnyertem az időmért, az nagyon meglepett engem, nagyon meglepetésként ért, hogy ilyet tudtam menni, nem is értem, hogy csináltam. Aztán az első futamban én nagyon féltem attól, hogy terhelésre, vagyis hát, hogy a futam végéig hogy fog viselkedni a kezem, és pont az, ami végén volt, az minél jobban fájt a vége felé, és ez nagyon nehéz volt, de összeszorítottam a fogalmat, aztán megcsináltam mind a két futamot jól, hála Istennek. Hormezővásárhelyi versenyen a Cseh motorommal mentem, amit a Cseh csapatomtól kaptam kölcsön arra a versenyre. Nekem a KTM-mel rengeteg tapasztalatom van, illetve rengeteget motoroztam előtte, és az látszott a hormezővásárhelyi teljesítményemen. Volt egy közös megbeszélésünk a csapattal, az itteni csapattal, és úgy döntött a csapat, hogy KTM-mel folytatom tovább. Az amatőri roadster repléka nyilván, vagy lényegében ugyanaz, mint a Cseh motorom, és a magyar KTM segítségét kaptam abban, hogy egy kicsit jobb legyen. Én örültem nagyon neki azért, mert a KTM-ben nekem sose volt olyan különösképpen probléma, amit voltak nézeteltérések, mint olyan, hogy nem egyezett, amit én mondtam, meg amit eljutott hozzájuk, de úgy gondolom, hogy ez már a múlt, és előre tekintünk, és most mindenképp a KTM-et tekintünk előre.